Ezt a szexed melletti termőföldet már betakarították az idén. A nyári aratás lassan a végéhez közeledik, az őszi árpa betakarítását már az egész országban befejezték. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adataiból kiderült, hogy rekordtermést hozott az őszi átpatolna megyében. Kiemelkedően jó eredményt értünk el, országosan az első helyen állunk a megyék között, 6,5 tonnás átlagtermés volt a megyében. Különösen jó volt a termés, a sárközben 7-8 esetenként 9 tonnás terméseket is betakarítottak hektáronként, de a másik környékén is 7,5 tonna volt a az őszi árpa átlag termése. A megyében az őszi búza betakarítása is a végéhez közeledik. A termés átlagok 6-8 tonna között várhatóak. A szakemberek azt mondják, a tavalyi szezonhoz képest az idei betakarítási időszak sokkal jobb, mint amire számítottak, ez főként a termőföldek jó minőségének köszönhető. Alapvetően mindenki ilyen alacsonyabb várakozásokkal volt a kedvezőtlen őszi és tavaszi időjárás miatt, és ehhez képest jobban teljesítettek. Tehát a várakozásokhoz képest jobban teljesítettek ezek a kultúrák, de mi is néztük a tavalyi adatokat, kicsi magasabbak a termés átlagokkal tavainál. 2018-ban Tolnám egyében 5,4 tonnás termésátlagot hozott az őszi átba. Az idei szezon végén azonban már 6,6 tonnával jelentették a legmagasabb termés a megyében.